Be tudnak jönni egy 3 éves képzésre, és be tudnak jönni egy 5 éves képzésre is. Az 5 éves képzés az érettségivel zárul. A Szexuális Szakképzési Centrum első István szakképző iskolájának vezetője mutatta be a diákoknak, hogy a nemrég megjelent szakképzési törvény végrehajtási rendelete mit is jelent. Az ő iskolájukban is számos olyan hiányszakmát lehet tanulni, amelyekre nagy a kereslet, és egyúttal a munkaerőpiaci hiányokra adnak választ. Ahogy mondta, szeptembertől új, az ipar követelményeihez és technikai szintjéhez alkalmazkodott tantervvel várják a jelentkező tanulókat. Mind a szakmának, mind az oktatásnak ez közös érdeke. A szakképzést választóknak nem kell elhelyezkedési nehézségektől tartani, hiszen a technikusokat és a mesteremberek iránt mindig nagy a kereslet. A meglévő vállalati kapcsolatok mellett folyamatosan keressük és bővítjük a kapcsolatainkat. A képzési kínálatunkat mindig úgy alakítjuk ki, hogy a munkaerőpiaci igényekhez igazodunk, és a vállalati igényeket beépítjük a képzési struktúránkba. A most hiány szakmának számító hegesztő, valamint épület és szerkezet lakatos szakmát tanulókat a nemrég megjelenő szakképzésről szóló törvény végrehajtási rendeletében leírt ösztöndíj rendszer is támogatja. Ezen diákok akár havi 50-60 ezer forint összeget elérő ösztöndíj mellé piacképes elméleti és gyakorlati tudást is szerezhetnek. Mindezt az iskola és a helyi vállalatokkal való közös együttműködés is segíti. Ilyen az iskola közelében található Mezei Mihály által vezetett céggel való partnerség is. Én is oktatom őket, mert itt is van elmélet, tehát itt is van hegesztés ismeret, itt is van egy tanterem, ahol a gyerekek beülnek, és ugyanúgy mi azzal a tematikával, azzal a szisztémával haladunk itt a gyerekekkel, mint amit az iskolában már hallottak, tanultak, jegyeztek, írtak, rajzoltak, mindent, tehát mi elég jól összedolgozunk itt az első Istvánnal. Egy 2017-es magyarországi felmérés szerint a megkérdezett tanulók 78%-a azt válaszolta, hogy szívesen részt vesz olyan képzéseken, amely a tanórákon kívül további lehetőséget nyújt ismereteik bővítésére. A stabil hátteret biztosító, átfogó szakmai képzésekre pedig azért is szükség van, hogy az ezen a téren karriert építő fiatalok meg is maradjanak választott pályájukon.